2007-ben indult útjára a Naturamoros menti művésztelep a város kulturális értékeinek gyarapítása céljából. A telepen azóta is pezsgő élet folyik, mely azoknak a festőknek, szobrászoknak, keramikusoknak, grafikusoknak, valamint fotósoknak köszönhető, akik évről évre 3 hetet töltenek el városunkban alkotói munkával. Az eltelt 10 esztendőt egy katalógus megjelenésével ünnepelték meg, melyet a Glorious Figadóban egy közönség találkozó keretén belül mutattak be. Az alkotói füzetet Feledi Balázs ajánlotta a résztvevőknek, aki beszédében kiemelte, fontos, hogy a művészek olykor-olykor kilépjenek magányukból és együtt, közösen alkossanak. Ne csak művekkel kerüljenek dialógusba, hanem egymással is. Ehhez pedig nem meg helyszín a marosparti település. Makónak egészen varázslatos az atmoszférája. Valamelyes van összehasonlítási alapom, Erdélyben is járok művésztelepekre, Magyarországon is vannak tapasztalatok, de Makónak valóban van egy olyan különös varázslata, ami a Marostól a város építészeti arculatán keresztül az emberekig nagy vonzerő, és ezért is úgy tapasztalom, hogy ez is elősegíti a művészeket abban, hogy nagyon eredményes alkotómunkát tudnak folytatni. A művésztelepen helyiek, a régióból származók, határon túli magyarok és az ország más részein élők dolgoznak minden alkalommal más-más témában. A legtöbbjük a közönség találkozón is jelen volt, így a rég nem látott ismerősök kötetlen beszélgetéssel köszöntötték egymást. A makói származású Fodor Ilda már oszlopos tagja a Naturának, hiszen minden nyáron visszatérő alkotója. Munkáját a most megjelent katalógusba és a kamaratárlat darabjai közé is beválogatták. Nekem ez egy nagy boldogság mindig hazajönni Makóra, mert nagyon szépnek találom, nagyon szépnek látom ezt a várost, és hogy gondoltak rám, és mindig meghívást kaptam, akkor ez egy nagy boldogság volt, és nagyon nagy örömmel jöttem. Egy csomó pozitív impulzus ért, hogy tudjak alkotni felhőtlenül, boldogan, úgyhogy ilyen szempontból a legjobbakat tudom mondani erről a művésztelepről. A kiadvány bemutatóján megemlékeztek azokról is, akik már nem lehetnek jelen a művésztelepeken. Így tiszteletüket fejezték ki Pál Lajos festő, Mészáros Gábor mészi keramikus szobrászművész és dr. Tóth Attila művészeti író előtt. A Natura Marosmenti művésztelep idén is több programmal készül. A már megszokott 3 hetes kurzus mellett és a záró kiállításon túl egy nagyobb gyűjteményes tárlatot is megnyit majd áprilisban a Hagymaház galériában. A jubileumi alkotói füzetről csütörtök esti társangomban láthatnak hosszabb összefoglalót.